legyen, a RAJK-ból legyen, a Német Látószakkollégiumból legyen, legyen bölcsész, legyen jogász, legyen közgázos vagy közgazda. És akkor merült fel ez a gondolat, ugyebár, ami azóta is végigkísér, hogy kell oda egy fiatal is, mondták, az akkor nagyon vén 26-27 éves urak, és én voltam ott abban a 15 fős társaságban a legfiatalabb, és akkor azt mondta, hogy na, tényleg, hát a Deutsch. Na, és így lettem én a sajtótájékoztatónak a levezetője, és ezután ez hozta magával azt, hogy utána, hogy a rá két hétre az első szóvivőket, amikor megválasztotta a Fidesz, majdnem volt már, azt hiszem, 300 vagy 400 tagunk, akkor én belekerültem abba a két vagy három főbe, nem is pontosan emlékszem már, aki a Fidesz szóvivője lettem, és ez így. Igazán híresé, azt hiszem, téged először a prágai kalandot tett. Hát az, ami a Fideszen kívül híresé tett nyilvánvalóan, hogy az Prága. Ebből a szempontból is azt mondom, hogy óriási szerencsém van. Tudnélik, nagyon-nagyon kevés olyan politikus van ma, aki egyik pillanatról a másikra valamilyen esemény kapcsán országosan ismerté vált. Ráadásul ezen nagyon kevés politikus között kettő is van, aki fideszes. Orbán Viktor barátom, aki a június 16-ai beszéde kapcsán egyik pillanatról a másikra országosan ismert politikussá vált, és én pedig a prágai események következtében, tehát hogy lecsuktak börtön, tárgyalás, szabadon engednek, nem engednek szabadon. Megint azt mondom, hogy a véletleneknek köszönhető. Ennyi év távlatából hogyan látod ezt? Mert azért ez egy elég rizikós vállalkozás volt. Akkor azt hiszem, már megvoltak a gyerekeid? Nem. Nem, egyik sem, ugye? Csak terhes volt a Krisztina, ugye? Pontosan ez ugye augusztus 21-én történt, és október 7-én született meg a Dávid. Hogy tekintek vissza, hogy az ember az első szerelem, szóval egy olyan hihetetlen belső melegséget okozó, borzongató, romantikus emléksorrá kezd válni az egész dolog, mert tudni, valóban az, ami lett belőle, egyáltalán nem volt benne. Szóval arról volt szó, hogy több fideszes is szervezetten, a szónak abban az értelmében, hogy tudtuk, hogy minden évben augusztus 21-én Prágában a Vencel téren ellenzéki demonstráció van, mivel elmegyünk, és velünk kapcsolatban lévő lengyel ellenzéki ifjúsági szervezetnek a képviselői, még mi is, de elhelyezünk egy-egy szál, nem tudom micsodát, virágot a Vencel szobor talapzatán, és eznek az a szimbóluma ugyebár, hogy a fiatal lengyel és a fiatal magyar demokraták mintegy megkövetik a cseh és szlovák népet, ugye azért, hogy akaratunkon kívül lengyel és magyar katonák is sajnos részevői voltak a prágai tavasz leverésének. Na, hogy hát itt annak a rendje és módja szerint nagyon kemény rendőratak volt ezen a tüntetésen. Na most mi ezt nem tudtuk. Szóval én tényleg nem tudtam, láttam, ismertük az információt, de nem tapasztaltam meg, hogy Németországban, tehát NDK-ban, egész pontosan Csehországban, Csehszlovákiában, akkor még ott nagyon kemény elé föl rendőrség. Szóval ott gumibotoznak, ott ha kell vízágyúznak, bonyolult kifejezés, ha kell, könnygáz is van, ha kell, letartóztatnak embereket, szóval nagyon szigorúan lépnek föl. És hát ez történt, hogy belekeveredtem az ügybe. És milyen érzés volt? Nem is mint politikust kérdezlek, hanem neked. Milyen érzés volt, amikor például vertek téged? Az volt a legjellemzőbb. Majd, hogyha már egy, nem csak öreg leszek, hanem kicsit szenilis is, akkor nem fogok magamból hőst faragni. Hogyha akkor én a magyar demokrácia múltja, jelenlegye és jövője iránt érzett odaadó elkötelezettségemről fog beszámolni, már hogy ezek a gondolatok jellemezték nekem a mindennapjaimat a prágai börtönbe, akkor nem fogok igazat mondani, én féltem. Egyszerűen az volt a dologban, hogy jó szagú atya úristen, megverhetik az embert, joghallgató lévén ismertem a börtönviszonyokat, ismertem azt, hogy ott bizony férfi és férfi közti szexuális kapcsolat nem kizárt, szűzanyán meg fognak erőszakolni, meddig maradok, bizonytalanságban volt az ember. Először úgy volt egy olyan nagyon jogászkodóan akartam mondani, hogy törvényi tényállás, tehát olyan bűncselekmény elkövetésével fognak megvádolni, mert 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagyok büntethető. Hát, úristen, kapok 4 évet, hát meghalok, megbolondulok 4 évet Prágában egy börtönben, mi fog velem történni? Aztán végül csak olyan vád volt, ami fél évtől 1 évig terjedő szabadságvesztéssel volt büntethető. Akkor megnyugodtam, mert mondtam, hát ez biztos nem kapja az ember a legtöbbet, 6-8 hónap. Most van augusztus, nyár elejére otthon vagyok. Gyerek fél éves ugyan, majd bemutatkozom neki, hogy szerbusz, itt a papád. Szóval egyszerűen ez a félelem volt bennem. Ha tudom előre, hogy 8 nap, végigröhögöm. Hát biztos vagyok benne. Vagy hát egészen másképpen viszonyulok a dologhoz. De hát egy tényleg irracionális volt, és aztán ami ilyenkor megtörtént az emberrel,
Ez meg is történt velem. Tehát én voltam olyan cellában, ahol valaki a gyilkossági kísérletet követett el, hál' Istennek nem halt meg. Rólam készült olyan fotó, mint világ ismert nagy bűnelkövetőiről, amikor számon előttem, szemből, egyik profil, másik profil. Én nekem volt rabruhám, én sétáltam körbe-körbe a börtön udvarán, a rabokat sétáltatják. Szóval 8 nap alatt én mindent megtapasztaltam. Én 8 nap alatt voltam 2 börtön, 4 cellájában, úgyhogy 4 cellát megismertem. Voltam végül utolsó másfél napon, mondta, hogy olyan cellába töltöttem, ami 3x3 méteres volt. És ez nem vicc, mert ezt mondták nekem a ott lévő 3 elítélt, akik közül legkorábban szabaduló az idén fog szabadulni. Köztörvényes bűnözők voltak, raboltak, loptak, szóval nem olyannyira erőszakos bűncselekményeket követtek el. 3x3 méteres cella volt, ahol úgy lehetett aludni, hogy a cellát 100%-ig 20 centi volt a végén, kitöltött a 4 ágy, amit le lehetett rakni. És egy potnyantus WC volt a sarokban. Tehát ugye ma belegondolok, akkor nem tudom visszaidézni, ez a világ legtermészetesebb dolga volt. És persze mi történik az emberrel egy ilyen cellában? Na, hogy hasmenése van, tehát hogy 20 perceként kelljen elvégezni a dolgát. Bizony, bizony. Az a fajta magatartás alakult, hogy bárki a potyantus WC irányába, mert nem volt semmi elválaszva, ott egy 3x3 méteres szoba sarkába valaki nyöszörögve, vagy nem nyöszörögve, Google és végzi a dolgát, hogy hárman, mintha mi se történt volna, néztünk más irányba. Folytattuk a beszélgetésünket. Én 3 cseh vagy szlovák, ezt nem tudom eldönteni, rabban voltam egy cellában. Én nem beszélek se csehül, se szlovákul, nagyon keveset angolul, picivel talán többet franciául, na ők ezen a nyelven egy szót sem beszéltek, és mikor hazajöttem, elkezdtem mesélni, hogy én miről beszélgettem velük, és akkor jöttem rá, hogy milyen nyelven beszélgettünk mi? És órákon keresztül tudnám most is mondani, hogy én másfél nap alatt mit beszélgettem ezekkel az emberekkel. El tudom mondani, hogy hogyan rendezték be az életüket, hogy kinek mi a foglalkozása, miért csukták le őket, megértettük egymást, szóval nagyon-nagyon tömény és tényleg fantasztikus komoly, okoskodnak tűnik, de tapasztalatokat adó volt az a 8 nap. Pont ezt akartam mondani, hiszen a mi generációnkról azt szokták mondani, hogy ez egy meleg ágyas nemzedékenek nem volt háborúja, nem élt át a II. Világháborúnak a szörnyűségei, tehát nem élt át az 56-ot, tehát hogy nem voltak olyan nagy események, ez mindenképpen megkülönböztet téged a saját korosztályától. Ez biztos, hogy megkülönböztet. Még ha csak 8 nap volt akkor is. Hála Istennek, hogy csak 8 nap volt, és tényleg az is egy, lehet, hogy ostoba általánosság, az nyilvánvalóan, de mint minden általánosságban ebben is nagyon sok igazság van, hogy az ilyen szélsőséges helyzetekben tudja egyébként megtapasztalni az ember, hogy milyen tud lenni a másik ember. Itt kaphatja a legtöbb támogatást, segítséget, a legbrutálisabb, legöntörvényűbb és eszement kegyetlensége is itt tud találkozni ilyen helyzetekben. Mi volt számodra ennek a 8 napnak a legfontosabb emberi konzekvenciája? Szóval mi az, amit ez megváltoztatott benned? Alapvetően, ami bennem megváltoztatott, amit hihetetlen intenzíven éltem át, mi a fontos igazán az életben. Tehát az, amikor mondjuk teljesen értelmetlen módon, mit tudom én, haragszom rád, ott játszunk már másfél napja a feleségemmel, vagy amikor idegeskedek a munkámmal, vagy bármilyen oknál fogva valami felbosszant, kizökkent, úgymond a rendes kerékvágásból, akkor visszagondolok azokra a pillanatokra, hogy ültem a cellába, és arra gondoltam, hogy te úristen, hát tök mindegy, hogy hogyan alakul az embernek a sorra, csak hát otthon lennék. Szóval, hogy onnan mennyire relatívak voltak ezek a önmagukban hihetetlen fontos az ember nonon napjait, vagy heteit tönkretevő problémák, hogy dehogy azok a fontosak. Hát egyáltalán nem jelentős, hogy az emberre mi történik egy vizsgán, hogy most ez elkésett, vagy nem késette, hogy a kalauz az most megbünteti-e őt a villamoson, van-e, nem tudom én, kölcsönkérte baráta 500 forintot, és nem tudja visszaadni, csak 2 héttel később, ez milyen kellemetlen, semmit nem számít. Szóval ebből a szempontból, hogy tényleg mi a legfontosabb, hogy valóban az alapvető emberi kapcsolatok, az embernek a családja, a tényleg a biztonsága, a nyugalma, valóban az, hogy olyan a szabadsága, való a szabadsága, mert ott aztán tényleg meg lehetett tapasztalni, hogy milyen, amikor ez hiányzik.